Sziasztok, lelkes barátok és nagy tisztelettel köszöntelek titeket a Centrum Sakkiskola YouTube oldalán. Juhász Ármi nemzetközi mester vagyok, és a mai videóban folytatjuk a matképekkel való foglalkozást, a matképek gyűjteményét, és egy nagyon érdekes, tiszt áldozatot szeretnék nektek bemutatni. Na de még mielőtt itt belecsapnánk a támadásokba, és hogy mikor és hogyan kell tisztet áldozni, előtte jöjjön egy kis Centrum Sakkiskolás híradó az elmúlt heteknek az eredményeiről és az elkövetkező heteknek az érdekes eseményeiről. Először is szeretném közölni két nagyszerű eredményt veletek. Tóth Lilia Centrum Sakkiskola feltörekvő tehetsége az U14-es lány Európa bajnokságon az előkelő hatodik helyezést ért el, ezzel a legeredményesebb magyar játékos lett a delegációból, holt versenyben ötödik, hatodik helyet zárt, azt gondolom, hogy egy gyönyörű hajrával az utolsó négyből négy pontot gyűjtve, szóval ezúton is gratulálunk Lilinek. Ezután gratulálunk Juhász Ágostonnak, aki nem olyan nagyon régi csatornánknak a vendége is volt, aki teljesítette első nemzetközi mesteri normáját, ugye jelenlegű fidemesteri szinte játszik, és a következő a nemzetközi mesteri, ami én is vagyok, és ezt nagyon szeretné ő is begyújtani, és most a Six Days nevezettű nemzetközi mester versenyt maga biztosan az első fordulótól vezetve sikerült neki megnyernie, és 9-ből 7 ponttal teljesítette élete első nemzetközi mesteri normáját, úgy van, hogy el kell érni a 2400-as értékszámot ahhoz, hogy valaki nemzetközi mester legyen, és három, azaz három nemzetközi mesteri normát kell megcsinálni. Ő így most jelen pillanatban 2391-en áll, nagyon közel a 2400-hoz, és már van egy mesteri normája. Kívánjuk neki, hogy minél hamarabb legyen meg a következő kettő is. Ezen kívül jöjjenek az események, hiszen október 14-én óriási e -e esemény lesz Magyarországon, mégpedig Budapesten a világ sok fesztivál fog következni. Ugye Polgár Juditnak ez a nagy szervezése, ahol korábbi években olyan nagy sztárvendégek is voltak, mint például Kasparov, akinek az előadásán is ott lehettem, illetve például Giri is megfordult a korábbi években, de hát ott vannak a polgárnővérek, és rengeteg magyar nagymester is megszokott fordulni. Abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy a centrum sakkiskolát, illetve engem is meghívtak, szóval, hogyha valakinek van kedve találkoznia, október 14 4-én szombaton a Nemzeti Galériában 13 órától nagyjából egy két és fél három óra erejéig ott leszek, szóval, hogyha szeretnétek személyesen beszélgetni, sakkozni, akkor gyertek, ott találkozunk. Ezen kívül csupa jó hír folytatódik. Nagyjából másfél hét múlva következik a Centrum Sakkiskolának a következő videósorozata is, ami egy picit stratégiai téma lesz. Most rengeteget taktikázunk, rengeteget áldozunk, mint ahogy ebben a videóban is fogjátok látni, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerintetek mi lesz a címe annak a következő stratégiai témának, ami szinte minden partiban előfordul. Szóval, ha még esetleg nem vagytok feliratkozva, akkor tegyétek meg, hogy ne maradjatok le arról a videósorozatról sem. Hamarosan az is érkezni fog. És végül, de nem utolsó sorban, talán a személyes legnagyobb örömöm, hogy az elmúlt napokban megjelent a második sakkönyvem, Sharpen Up Your Chess, azaz Érez ki a játékot címmel, és ez egy angol nyelven íródott, majdnem 400 oldalas sakkönyv, amiben van szó éles megnyitásokról, éles középjátékok, végjátékokról, feladatokról. Még kézben én sem tartottam a könyvet, elvileg ma vagy holnap hozza a futár, szóval már nagyon kíváncsi vagyok, és valószínűleg erről lesz egy külön videó a későbbiek során, de akit érdekel, a videó leírásában megtaláljátok már most az odavezető linket. Ezek lettek volna itt az elmúlt heteknek talán a legnagyobb sakkos eseményei, legalábbis az, ami a Centrum Sakkiskolát érinti. Na de akkor tereljük át itt a szót a saktáblára, és nézzük meg, hogy ebben az állásban mit is láthatunk, és milyen áldozatokról fogunk beszélni. A mai videóban elsősorban tiszt áldozatokról fogunk beszélni, hogyan kell tisztet áldozni, mikor lesz a sikeres, és egy típust fogunk itt begyakorolni, a futőti H6-os áldozatot. Ezek a típusok, ezek azok lesznek, amikor a futót a C1 H6 átlón feláldozzuk, itt H6-on kettő darab gyalogért. Na most... Kezdjük a leges legelején. Miért szokott általában sötét H6-ot lépni? Ennek kettő oka szokott lenni. Az egyik, hogy azzal, hogyha H6-ot lép, kinyitja az alapsort. Korábban már készült videó az alapsori mattról, amikor is, ha ezek a gyalogok itt vannak, és egyszer egy akár végjátékos pozícióban betör a bástja, akkor mattot tudunk kapni, ezért, ahogy annak idején Olsó Miki bácsi tanította nekem, nyissuk ki az all, all kaput, ő mindig azt mondta, és lépjük meg a H6-ot, hogy ne kapjunk alapsori mattot, bár, ha van egy D3 futó, ez nem biztos, hogy nagyon-nagyon sokat ér. Jó, tehát azért is szokták ezt meglépni, hogy kinyissák az alapsort, Másfelől pedig azért is szokták lépni, hogy a Huszár G5-ös támadásokat megakadályozza, és akkor ne lehessen matot adni például H7-en. Szóval ennek a lépésnek megvannak az előnyei is, ugyanakkor óvatosnak kell lenni. Mert ha a királyunknál van egy ilyen H6, akkor mindig felkészülve kell arra lenni, hogy világos egyszerűen föláldoz egy tisztet, legtöbb esetben egy futót, ezért a két gyalogért. Hiszen anyagilag ez nem is olyan rossz, három egység a két egységért, viszont tudjuk, hogy állásértékelésnél értékelésnél nem az anyag a legfontosabb. Ebben a materialista világban mindenki azt gondolja, hogy jaj, az anyag így, az anyag új, Ugyanakkor a királyok helyzete sokkal fontosabb állásértékelésről is van egy külön hosszú videó itt a YouTube oldalon, szóval tessék megnézni, hogyha nem vagytok ebben olyan nagyon biztosak, és nézzük meg, hogy miért lesz ez sikeres. Egyrészt azért, mert kapunk két gyalogot, azért, mert sötéttel nagyon nehéz védekezni, és azért, mert az ellenfélnek a tisztjai itt a másik oldalon vannak, és ezekkel nagyon nehéz lesz megvédeni ezt a királyt, a királyszárnyon, tehát ők a vezérszárnyon vannak, mi pedig a királyszárnyon fogunk támadni. Nézzük meg, hogy mi történik futóüti H6 esetében. Na most ezt úgymond illik visszaütni, mert abban az esetben, hogyha nem ütik vissza, akkor például a futó D2 nagy erővel fenyeget, ami után lóg a vezér, és vezér H7 mattal is fogunk egyszerre fenyegetni. Ugye ez nagyon kellemetlen. Tehát üsse vissza, vezérüti h Megkaptuk a két gyalogot, és rögtön sakmattal fenyegetünk. Tehát például, ha huszár elhittel csempészni át a védőfigurákat, ups, vége a partinak, hashtag, ugye, kettős kereszt, azaz mattot adtunk, nem jó. Hogyha f 5 lép, akkor ebben az állásban ti hogyan támadnátok? Ezt ugye azért lépni, hogy a futónak az átlóját egy kicsit megcsorbítsa. Lehet írni a komment szekcióba, hogy hogyan támadnátok tovább világossal remélem, hogy sok jó megoldás fog érkezni. Vezér G6 sak, király H8 és huszár G5 lesz a helyén való. A vezér és a huszár összjátékját láthatjuk. Erről is van amúgy már videó. Mattal fenyegetünk, illetve bizonyos helyzetekben innen is fenyegethetünk mattal, bár jelen pillanatban a H7-et nem lesz túlságosan könnyű kivédeni ezért a legtöbben ilyenkor bástya E8-al szoktak odépsúhadni, de erre is van egy nagyon tematikus mat, ezt gondoltam, hogy mindenképpen bemutatom nektek itt a matképek gyűjteményében, aminek lassan-lassan a vége felé közeledünk, mindjárt elérkezünk itt a 20 különböző matképez. Ebben az esetben most nem a vezérrel adjuk a sakkot, mert akkor a végén még kimászik az ellenfél, és megmarad a tiszthátrány, hanem itt a futóval adjuk a sakkot, eltereljük H8-ra, most adunk egy felfedett sakkot, mert bár a futó lép, a vezér adja a sakkot. Király g8, és innentől kezdve könnyebb a dolgunk, mert mat van két lépésben. Vezér h7 sak, király f8, és vezér üti f7. Ugye? Tehát a vezér sakkot ad, de a futó védi, leüti nem lehet, ezért mattot adunk. Jó, tehát futőüti H6 egy nagyon szép kis áldozat, amit érdemes mindig átgondolni, és amikor ilyen kellemetlen helyzetbe hozzátok az ellenfelet, mint itt vezérüti H6 után, akkor érdem is, érdemes, is ebbe belemenni. Persze más lenne a helyzet, ha mondjuk a futó már elheten állna, akkor egy f lépés felerősödne. Szóval ez nem automatikus, de sokszor beválik, és sokszor ez nem villámgyőzelmet okoz, hanem szépen lassú kezdeményezést és a támadás hosszasan lesz sikeres. Néha még olyan is van, hogy a bástját. Belengedjük akár a soron, a harmadik soron, vagy a negyedik soron, mint ahogy láthatjátok itt a e, nyilagból. Jó, ez volt az első példánk. Megyünk tovább. Nézzük a következőt, ami e, egy angol nagymesternek a partiában fordult elő 1979-ből. Kíni volt világossal, és ez az állás alakult ki egy Nimzo-indiai védelemből. Na most ebben az állásban sötét megint csak a tisztjeit eltette a vezérszányra, hogy nagy erővel leszedje az ellenfélnek a c gyalogját. Ugyanakkor valamire nem számított, hogyha minden figuráját ide átteszi, akkor lehet, hogy a királya meg fog gyengülni. Mégpedig azért, mert Világosnak több támadó tisztje van, és ezzel azért itt lehet valamit kezdeni. Akik ismerik a sikeres támadás titkait, akik még nem azok gyorsan pótolják be, a videósorozatot érdemes még most gyorsan megrendelni, azok tudják, hogyha kettővel több támadó tisztünk van, mint az ellenfélnek védekező, akkor általában sikeres a támadás. Na most akkor nyugodtan lehet gondolkozni, megállítani a videót, hogy hogyan folytatnátok továbbit világos részéről. Érdemes előre számolni két-három vagy akár négy lépést is. Hát a címből adódva ugye tisztáldozatot keresünk, és mivel, hogy mondtam, hogy a futőti H6-ra lesz kihegyezve, ezért a megoldás valóban futőti H6 is lesz, de a következő lépés nem olyan egyértelmű szerintem. Tehát most azt nem nagyon kéne megint csak megvárni, hogy a futó például ide beüssön, és kettős támadást okozzon az ellenfél állásának. Ha viszont ugye ezt visszaütik, akkor itt fontos, hogy nem azonnal adjuk a sakkot. Mert király H8 után ez még nem olyan egyértelmű. Kellemetlen, kellemetlen, Ugyanakkor még nem biztos, hogy ez a vezér, ez hogy fog mondjuk akár ide eljutni, akár ide eljutni. Ezek ugye kicsit szabálytalan vezérugrások lennének. Hanem ebben az állásban már most sempészük a vezért, és következik a vezér E3. Terv, hogy a vezér ütöm a h 6 hogy utána mind huszár elhittem attóljak, mind pedig vezér g de az se katasztrófa, hogyha csak a huszár fogom lenyerni. Ha például 20 g 4 et lép, nem hangzik jól, többek között vezér H3 miatt sem, amúgy vezér G3 is jó szerintem a kötés miatt, de ez is jó, mert ez is fenyegetve van, ha elmegy, akkor ez is fenyegetve van, csupa-csupa matkép fog előállni. Ezért vezér E3 után, 20R8 következett a partiban, erre leütjük vezérüti H6-tal. Megszereztük a második gyalogunkat. Itt a sötéttel játszó ne, ö, sakkozó ö, nem futóüti c lépett, mert észrevette, hogy arra 20 el 7 mat van. Megint a vezér huszár összjáték miatt, hanem a vezért húzta vissza. Viszont erre viszonylag kényszerítő erővel le tudjuk nyerni az ellenfél vezérét. Egy kis számítás. Szerintetek ez hogyan tudnánk megtenni? Világos és nyer. Írjátok meg az egész változatot, úgyhogy előre kiszámoljátok. Remélem, hogy sikerült, remélem, hogy megállítottátok a videót. Érkezik az egyik sak, és vissza liftezünk, még egy sak, még egy sak, még egy sak, és az a lényeg, hogy a vezért egy átóra hozzuk az ő vezérével, védtelen figura, itt egy király, és húszár h után fekete föladta ezt a partit, ami után ugye van egy sakkunk, és ami után le is fogjuk tudni ütni az ellenfél vezérét, és a további tisztek, gyalogok is fognak lógni, ez nagyon rosszul áll. Ugye nem adtunk végül mattot, de nagy anyagi előre tudtunk szert tenni. szerintem az is bőven elegendő, illetve ez a király azért ez nem egy életbiztosítás, itt azért pillanatokon belül őt is be fogjuk tudni mattolni. Tehát itt is beáldoztuk, de itt most másféleképpen folytattuk. Remélem, hogy tanulságosnak találtátok. És akkor jöjjön a harmadik példánk, harmadik feladatunk. Ebben a példában Piron Kamil nagymester játszik Lengyelországban világossal, egy lengyel rapid versenyen 2017-ben, és egy nagyon hosszú nevű e, Fidemester játszik feketével, Prisins Pliszki, de biztos nem így kell mondani a nevét, akik jól beszélnek, lengyelül nyugodtan kinevethetnek, és ez az állás alakult ki a 17. lépésben nyugodtan lehet megint gondolkozni, hogy szerintetek mi lesz a helyén való megoldás világossal. Most már begyakoroltuk nagyjából, tehát ez a szisztematikusság itt a kulcs a sikerhez, a sakfejlődéshez. Hogyan folytatnátok itt tovább, és miért? Meglepő módon, vagy talán nem meglepő módon, futőti h fogunk lépni. Ugye most már megbeszéltük, hogy ilyen esetekben vadul be tudjuk áldozni ezt a tisztet, ha visszaüti az ellenfél, akkor vezér G6 sakkot lépünk. Egy picit megint más, mint az előzőek. Ezt ugye nem lehet leütni, viszont ez a vezér gyönyörűen áll. És természetesen itt van egy védtelen figura, amit leüthetünk. De talán még jobban megéri ezt is leütni. Most is leüthetjük, és akkor már kettő gyalogfórunk van. De ahogy említettem, az ilyen támadós állásoknál a bástya e is nagyon erős tud lenni, a lengő bástyát fogjuk használni, aki a soron közlekedik, nem csak a vonalon. És ha például Huszár lép, akkor kényszerítő erővel mattot adunk, egyszer sak, kétszer sakk, és háromszor pedig mattot is tudunk adni, mind a vezérrel, mind a bástyával. Igaz, mit azért azt szokták mondani, hogy mivel minél kisebb értékű figurával adunk mattot, annál elegánsabb az, tehát üssük le a bástyával, és szépen bemattoljuk az ellenfelet. Jó, tehát futőti H6 után itt ebben az ásban fekete nem ütötte vissza, hanem B5-tel megpróbált ellen támadni. Bár ennek azért megvannak a maga hátrányai, többek között ez a gyalog is lóg, ami után minden tiszt, de a nagymester 2651-es értékszámmal úgy döntött, hogy a támadásnak szenteli ezt a partit. Most megérkezik a huszár, ha már nincs H6 gyalog, akkor miért ne? Mattal fenyegetünk, Huszár f6, vezér g6, nagyon erős lépés, megint csak nem lehet leütni a kötés miatt, mattal fenyegetünk, és sötét itt adott egy bosszú sakkot, ezt ilyenkor néha azért szokták csinálni snellben, hogy hát ha nem veszi észre valaki, hogy sakkot kapott és szabálytra a lépés miatt veszít. Ugye internetes snellben ez nem túlságosan hatásos, mert ott a számítógép jelez, hogy ezt nem tudod lépni és hát ezzel az a baj, hogy ha leütik, akkor sincs semmi, hiába ad itt egy sakkot, úgyse fogja tudni leütni, mert akkor innen kap mattot, de ő egyszerűen úgy gondolta, hogy odébb suhan, és király h egy után fekete föladta a partit, mert egyszerre fenyeget vezérüti G7, meg futóüti F7 is, tulajdonképpen mattokkal egy-két lépésben, anyagilag egyelően állunk és még ez a futó is nagyon gyorsan el fog esni. Tehát láthatjuk, hogy gyakorlati partiban, mesterek játszmájában is milyen gyakran előfordult ez a futőti H6. Szóval legközelebb, ha elsáncoltok, okosan gondoljátok át, hogy léptek-e H6-ot vagy nem, mert lehet, hogy világos áldozata nagyon-nagyon erős lesz. Mindenképpen írjátok meg kommentben, hogy ismertétek-e ezt a fajta támadási rendszert. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkolni. Hogyha szeretnétek még hasonló oktató videókat nézni, akkor pedig iratkozzatok fel a Centrum Sakiskola YouTube oldalára, folytatjuk még a matképek gyűjteményét, és ahogy ígértem, hamarosan jön a Centrum Sakiskola Imárom 9. videósorozata egy nagyon érdekes témával, és kíváncsi vagyok, hogy el tudjátok-e találni, hogy melyik az a téma, ami szinte minden egyes partiban előfordul lehet tippelni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, remélem, hogy hamarosan, személyesen is találkozunk. すいません。S S